Tisztelt karcagiak, karcagi választópolgárok! Karcagon a mögöttünk lévő 32 évben több választás, népszavazás és lebonyolításra került. A választási bizottságokban közreműködő karcagi választópolgárok, szavazóköri delegáltak, pártállástól függetlenül minden esetben a jogszabályok betartása mellett demokratikusan levezényelték a szavazásokat. A karcagi szavazókörökben megállapított eredményeket eddig mindenki elfogadta. Azzal szemben, így a közreműködő személyek tevékenysége ellen sem emelt kifogást senki. Reméltük, hogy így lesz ezután is. A mostani választásokra azonban az ellenzéki összefogás a megválasztott karcagi választási bizottsági tagok mellé máshonnan érkező, nem karcagi delegáltakat küldött. Főleg a fővárosból, Budapestről és annak környékéről érkező személyekkel váltották fel az eddig helyben kiválasztott aktivistáikat. Ahogyan a napokban megjelent felvételen is hallatszik, ennek célja is előre meghatározott. Olyanokat küldenek, akik, ha kell, végig balhézzák a szavazást. Ráadásul addig a pontig süllyedtek a Gyurcsány és Márki-Zay hatalomra juttatásának érdekében, hogy az eddig a Jobbik színeiben delegált karcagi aktivistáikat is megalázták. Hiszen őket a Magyar Kétfarkú Kutyapárk színeiben delegálták. Tehát a vidékről érkezők azért kerültek delegálásra, mert a helyiek szerintük nem alkalmasak. De ha már dolgoztak a kampányban, és másképpen nem férnek be, akkor hadd üljenek oda. Jók lesznek ők egy viccpárt színeiben is. És lám, a karcagi jobbikos delegáltak esküdtettek, mint a kutyapárt szavazóköri delegáltjai. Ez szerintem minősíti azt is, aki delegálta őket, és azt is, aki ezt elfogadta. Szerintem ennél már nincs lejjebb. Tisztelt karcagiak! A hétvégi választásnak nagy a tétje. Kérem önöket, hogy mindenképpen menjenek el szavazni. Arra is kérem önöket, hogy higgadtan, nem foglalkozva a városunkba érkező provokátorokkal, szavazatukkal támogassák Karcagváros további fejlődését. Válasszák a békét, Magyarország és Karcag biztonságát. Thank you.